Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a Harris által gyártott B.O. kocsikat érintő néhány festési problémának a korrigálását fogom bemutatni. Ezzel együtt sem lesz Brava vagy ACME szintű a modell, de egész őszintén a Rocco szintet is csak távolról fogja közelíteni. Mindig nagy dilemma egy modellnél a hozzányúlás kérdése, hogy ne legyen még rosszabb a végeredmény. Meg ott van az is, hogy megéri-e a befektetett munkát. Majd látni fogjátok, nem is olyan egyszerű kérdések ezek ezzel a modellel kapcsolatban. Három festési hibát találtam, amivel kapcsolatban úgy döntöttem, hogy megpróbálom őket helyrehozni, mindegyik az ajtóval kapcsolatos, illetve a végén adtam az egész alvázrésznek és a forgóváznak egy sötétbarna alapszínt, hogy egy kicsit életszagúbb legyen az összkép. Az egyik hiba, hogy az ajtókat ennél a két kocsinál Harris akát szürkére festette, mint az oldalsó gyorsvonati sávot, az összes ajtónál, az átjáró ajtóknál, a feljáró ajtóknál is, ami az EC kocsik színtervének felel meg, de ezeknek kalapácslag szürkének kellene lenniük eredetileg. A másik, hogy az ajtók körüli keretnek a kocsi alapszínével megegyező azurkéknek kellene lennie, jelz itt is túl lett festve, és végül a kapaszkodó alatti részben itt is folytatódnia kellene ennek a világos szürke sávnak, ami itt ki lett hagyva. Egyébként meg tudom érteni, mert eléggé bonyolult körbe maszkolni, így manuálisan is, gondolom szériában is. Én az ajtók ezüstre festésével kezdtem, ehhez Revel 99-es alumínium metált használtam. Ennek a szemcsemérete, színárnyalata szerintem jól hozza árnyalás méretben ezt a kalapácslag hatást. Ami ebben az esetben azt jelenti, hogy éppen, hogy csak egy kis szemcsézettség látható szabad szemmel. Az átjáró ajtóknál könnyű a helyzet, ki lehet őket szerelni, igaz, össze vannak ragasztva az ajtóhoz tartozó ablak része, de óvatosan le lehet őket feszíteni. Feljáró ajtóknál már maszkolni kell, egyrészt az ablakokat, másrészt a teljes kasznit az ajtó körül egy olyan jó 5-6 cm ráhagyással, mert én fújni terveztem airbrush-sal. Az ablaksort, aminek része ez az ajtóüvegezés is, szintén beragasztotta a Harris, de itt sikerült ezt leszedni. Ide csak egy kis maszkolószalag darabot tettem, nem kell kiszedni az egész ablaksort, elég egy kicsit benyomni, hogy rá lehessen tenni a szalagot. És akkor az már megvédi a festéstől. Az ajtót körbe maszkoltam, az egyszerűség kedvéért most ugyanúgy, ahogy a Harris csinálta, tehát a kerettel együtt. Ehhez Tamiya flexibilis maszkolószalagot használtam. Ami eredetileg szép íves felületek maszkolására van, de nagyon szép határozott kontúrt ad. A sima papír alapú maszkolószalagok itt nem túl jók, azok inkább nagyobb területek fedésére alkalmasak. Festés után én leszoktam venni a maszkolószalagokat viszonylag korán a teljes száradás előtt, ilyenkor még van egy kis rugalmassága a festékrétegnek, és szebben fog elválni. Na nézzük a következő lépést, ami az ajtókeret bekékítése. Ez egy nagyobb kihívás volt a maszkolás miatt, bár továbbra is viszonylag egyszerű formákat kell maszkolni, de kívül belül. Nincs RAL 5009 a Revel kínálatába, ami ugye az eredeti szín lenne, de ha lenne is jó eséllyel, nem ugyanaz a szín lenne a modellen. Én Revel 56-os kódú kék színt használtam, ami egy kicsit túl lilás, de alapnak nem rossz. Türkéz és sárga hozzáadásával igyekeztem valami hasonló színt kikeverni, mint ami a modellen van. Mindenképpen lesz egy kis színeltérés, de az a mázli, hogy a színeltérés itt egyben síkbeli eltérés is a kocsin, és a fényárnyék hatás, ami a kiugró keret és a kocsi közt van, szépen elnyeli ezt a kis különbséget. Persze megfelelő világítással, makróképeken látni lehet majd, de életszerű távolságból elfogadható lesz. A következő kapaszkodó alatti oldalsáv pótlása. Itt megint ugyanazt a flexibilis maszkolószalagot használtam, kiegészítve egy kis Blu-Tech gyúrmaragasztóval. Itt akrélfestéket használtam, méghozzá jó hígat, ami miatt nem lett tökéletes a végeredmény, de ez megint egy olyan részlet, ami inkább közelről látszik csak. Nagyobb gond, itt a világos szürke az nem teljesen stimmel, kicsit világít, de egy kis pasztelkréta porral és ecsettel sikerült korrigálni ezt. Utolsó lépésként a kocsinak az egész alját forgóvázastúl mindenestül befújtam sötétbarnára. Ezt a szint én kevertem szemre, az egyik oka ennek a festésnek az volt, hogy egy kicsit leharcoltabb legyen az egész kocsi, a másik, hogy eltüntesse azt a nyers műanyag hatást,
ami még így feketén is kijön az alváz részen. Összeépítés után azért vegyes érzéseim lettek az egész beavatkozást illetően. Az ezüstös rész helyrehozását tudom javasolni mindenkinek, akinek van kisebb festési tapasztalata. Az ajtókeret és a korlát alatti terület már nehezebb, nagyobb gyakorlatot igényel. Itt könnyebb beleesni abba a csapdába, hogy végül hozzányúltunk, de rosszabb lett, mint igazából volt eredetileg. Remélem hasznosnak találtad a videót, ha belevágsz az átalakításba, jó munkát hozzá! Sziasztok!